A komposztálásban az egyik legfontosabb folyamat az aprítás. Tudom, mindenki számára ez egy kicsit kényes, hiszen időigényes folyamat. De ajánlani tudom önöknek, hogyha időjük és lehetőségük engedi, akkor a zöld szárakat aprítsák föl 10-15 centis darabokra, illetve a haszonnövényeknek a szárával is ezt lehet tenni, hogy felaprítják, annál nagyobb felületet tudnak vele képezni. A gajaknál is a kisebb gajakat aprítani lehet metszőollóval, a nagyobb gajak aprítására használt ágaprító működését pedig hamarosan bemutatom önöknek. A már bemutatott zöldségek esetében azt tudom ajánlani, hogy egy baltával vágják darabokra, vagy a fokával törjék össze, annál nagyobb felületet tudnak képezni a bontóbaktériumok és rovarok számára, ennél hatékonyabb lesz a bomlás. A faleveleket is lehet aprítani, ezt nem sokára bemutatom önöknek, a legegyszerűbb mód erre az, hogyha áthajtanak rajta egy fűnyíróval.